gyorsan kell hozni jó döntéseket. Ez vár a pótfelvételiző diákokra, hiszen a nyári eljárás bő 2 hét alatt lezajlik. Csak azok jelentkezhetnek, akik idén még nem vagy sikertelenül próbálkoztak a felvételivel. A nyílt napra nagyrészt ilyen diákok jöttek el. Gazdasági szakokra adtam be, ugye nagyon magas volt a ponthatár. Szilvia pedig jövőre érettségizik, szeretne tovább tanulni, ezért előre tájékozódik a lehetőségekről. Anglisztikán szeretnék tovább tanulni, és arról szeretnék megtudni néhány információt, hogy milyen tárgyakat kell felvennem, például a ponthatárok körülbelül mik vannak, és mik az elvárások a felvételihez. Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a karok képviselőitől. A felvételizők számára már ismertek például a minimum ponthatárok is. A normál eljárásban kialakult ponthatár az irányadó egy adott szak adott tagozatán. Abban az esetben lehet probléma, hogyha mondjuk azon az adott szakon vagy képzési területen nem elegendő az intézmény kapacitása, de hál' Istennek valószínűleg ilyen problémával nem fogunk szembenézni. Szombathelyre csak úgy, mint a többi felsőoktatási intézménybe, idén kevesebb hallgató jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy át kell gondolnunk a jövőbeli oktatási struktúránkat. Lesznek olyan szakok, amelyeket nem preferál a kormányzat, ilyen például az andragógia, de többet is mondhatni, és ez például Szombathelyen is, meg Győrben is egy fontos tárgy volt, ami képzések nem fognak indulni a következő időszakban. A Szavária Egyetemi Központ a pótfelvételi eljárásban 81 féle képzést hirdet meg, valamennyiért költségtérítést kell majd fizetni. Aki lemaradt a nyílt napról, az egyetem felvételi pontján még felvilágosítást kaphat a jelentkezéshez. Minden hétköznap 9-től 13 óráig az A épület aulájában, tehát a régi oszlopos főbejáratnál várjuk az érdeklődőket, akiknek segítünk az elfelvételi kitöltésében, ha kell, akkor beszkenneljük a dokumentumaikat. A pótfelvételire augusztus 12-éig kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni.